Köszönöm szépen a segítséget, és köszönöm a meghívást. Évről évre szoktunk itt többen találkozni, és nagyon köszönöm ezt a töretlen bizalmat a szervezők, az Ajkai Híd gyülekezete részéről. A polgármester úr is ennek a kurzusnak aktív résztvevője már hosszú évek óta, és ugye minden évben ez azzal a kihívással jár számomra, hogy valami újat kellene mondani ugyanarról a dologról. És nagyon köszönöm a Gabinak a felkonferálást, mert valóban én most egy olyan előadást szeretnék tartani önöknek, ami hát remélem a Goda úr szavajában nem lesz túl hosszú, és nem lesz túl rövid sem egyszerre, hanem el tudom mondani, amit szeretnék. És a témát most úgy választottam meg, ami kapcsolódik egyszerre Izrael állam 70. születésnapjához, másrészt pedig kapcsolódik a holokauszt témájához is természetesen. És azt gondolom, hogy sokkal inkább érthetővé válik számunkra majd nagyjából, ha van annyi türelmük, egy 3-4 óra múlva, hogy mire is gondoltam most. Ugye én az Életmenete Alapítványnál dolgozok, ez egy olyan szervezet, amely egy nemzetközi szervezetnek a magyarországi tagja. 55 nemzet dolgozik abban azért, hogy legyen a holokauszt emlékezete fenntartva, és a mi programunk arról szól, hogy a mindenkori Yom HaShoah, izraeli holokauszt emléknapon, ami Nisszán 25-e, és általában tavaszra esik, és a varsói gettóban 1943. április 19-én történt fegyveres felkelésre emlékezik. Ezen a napon körülbelül 12 000 Argentinától Panamán át az Egyesült Államok, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország képviselői végig sétálunk a Goda úr által is említett auschwitzi 1-es táborból 3,5 kilométert Birkenauba oda, ahol a krematóriumok voltak, és már egy emlékmű van, az ott meggyilkolt 16 nemzetből odahurcolt zsidó áldozatok emlékére, és ott van egy nagyszabású megemlékezés. És ez nagyon tiszteletre méltó dolog, és ezt ugye a Budapesten is április 16-a környékén a Magyarország Életmenet Alapítvány, tehát mondhatom mi, meg szoktuk szervezni, és 5-20 000 közötti résztvevővel szokott ez a menet zajlani Budapesten, és lesz jövőre is, meghívom önöket, ezúttal ha idejük és energiájuk engedi, és ezzel még mindig nem ér véget a mi munkánk, ugyanis nagyon lényeges dolog az, hogy egy héttel a holokauszt emléknapot követően Izraelben függetlenség napja ünnepség van, amit ugye héberül Yom HaAtzmaútnak mondanak, ami az állam kikiáltásának Iyárhó 5-ének, vagy a Gergely naptár szerint május 14-ének az évfordulóján van, és ezt viszont kevesen tudják, hogy ezen a napon is van egy életmenete, ami a jeruzsálemi városházától vonul a Siratófalhoz, és immáron nem az emlékezés, nem arra való emlékezés a célja, és a gyász, és az, hogy megöltek 6 millió zsidót holokauszt során, hanem annak az ünneplése, hogy ez nem semmisítette meg azt az álmot, ami Herzl Tivadarban és a zsidó népben évezredeken keresztül létezett, hogy az az állam, amit a Római Birodalom felszámolt, ez újra létrejöjjön. És ezért választottam ezt a témát, amiben nyilván fogok gondolati szinten szólni a holokausztról, de leginkább a mai Izraelről szeretnék önöknek beszélni témák szerint, hogy kik Izraelnek például az ellenségei, milyen háborúkat vívott a története során, mit köszönhetünk a zsidóknak, és egyáltalán mi van most 70 év után, milyen kihívások vannak. És még egy dolgot engedjenek meg nekem, ugye történész is vagyok, és teológus is vagyok, és a cionizmusból készítem a doktorimat, ami jelen
egy soha véget nem érő történet, egy never ending story, de egyszer lezárul majd nyilván, és mindenképpen meg akarok itt emlékezni egy 19. századi zsidó történész kollégámról, remélem nem forog a sírjában, Heinrich Grécről, aki azt mondta, hogy a profécia egyedülálló a zsidó történelemben, ugyanis a zsidó nép az egyetlen olyan nép, amelynek az ősi iratai szemünk láttára teljesednek be, ahogyan ez az idézet is elhangzott. Úgyhogy én is majd fogok idézni a Szentírásból, amit úgy gondolom bárki le tud venni a polcról, és le tudja ellenőrizni, hogy jó dolgokat mondok-e, vagy helytelen dolgokat. És miért ősúly ország ez az ország? Herzl valóban írt egy ilyen könyvet, valóban egy utópia volt, mai napra látjuk, hogy sok minden megvalósult, sok minden nem valósult meg ebből a könyvből. Ahogyan 1902-ben Herzl ezt elképzelte, ez valóban így volt, ezt a címet adta, de ez egy régebbi elnevezés, nem tudom hányan jártak már Prágában, van itt olyan, aki Prágában járt. Prágában a leghíresebb zsinagógát úgy hívják, hogy Altnai zsinagóga. Ez azt jelenti, hogy a régi új, ennyit még én is tudok németül, ősúj. És Herzl pontosan erre utal a könyv címében, hogy egy olyan ország születik újjá, ami már valamikor volt. És akkor, hogy ez hogy tud megtörténni, ez is egyébként egyedülálló a világtörténelemben, hogy egy nép, amelyet elűznek a saját hazájából és az államiságát felszámolják, 2000 év után újra államot alapít, és az egyébként már nem használatos nyelvét, a hébert, ami a Szentírásnak, az Ószövetség részének, vagy a Héber Bibliának a nyelve, és csak vallási célokra használták 2000 éven át, ezt feltámasztja és használja, úgyhogy ma több millióan beszélik ezt a nyelvet anyanyelvünként 2000 év után. Tehát ez egyedülálló a történelemben, higgyék el egy történésznek, nem mondom, hogy mindig igazat mondunk, de igyekszünk. Jó, de ez tényleg így van. És akkor bele is vágnék a történet mesélésbe, tehát az államnak az előzményeiről szeretnék beszélni. Ugye kezdetben volt a diaszpóra, egészen ugye kis képek vannak, de tulajdonképpen a diaszpóra Dániel prófétától, Natalie Portmanig tartó híres emberek, Albert Einstein, vagy ugye maga Ben Gurion, vagy Marie Curie, vagy Maimonides, vagy Baruch Spinoza, hogy visszafelé menjen, tehát mind-mind zsidó emberek, és a világban mind szét vannak szórva, és ebből a diaszporából gondolták a 19. század végére több zsidó gondolkodó, hogy legyen egy mozgalom, amelyik visszaviszi a zsidóságot az ősi földre és államot alapít. Ezt a mozgalmat nevezzük cionizmusnak. Néhány éveit beszéltem erről a mozgalomról már egy kicsit részletesebben, ugye, hogy ez nem egy világösszeesküvés, és nem a karbajtőke szőrös kezének a működése, hanem ez egy olyan mozgalom, mint a magyar nacionalizmus. Ugye mi is szeretjük, hogy van nyelvünk, magyar, ezért használjuk. Szeretjük az országunkat, és örülünk, hogy van országunk. Én legalábbis örülök, hogy Magyarország van, és hiszem, hogy nem csak volt, hanem lesz, hogy Széchenyit idézzem, ugye? Tehát Széchenyi is egy jó kis nacionalista volt, és ez vállalható dolog a számunkra, mert a nacionalizmus nem egy ördögtől való dolog, hanem a nacionalizmus az, hogy én szeretem azt, ami vagyok, és akikkel vagyok, akikkel közös a történelmem, közös a kultúrám, egy nyelvet beszélünk, én ezeket az embereket szeretem. Mert ahogyan Ötvösre, ugye itt hivatkoztunk Ötvös Károlyra, a Godag úr is, de az ő neki az apukája, az Ötvös József mondta egyszer azt, illetve nem is ő mondta, még nagyobb név mögé bújok, Kölcsey Ferenc mögé bújok, szerintem nagyobb irodalmi hősünk nincsen, mint a Hibus szerzője, Kölcsey azt írta a Paranaises című művében, hogy a gyertya és a környezetét világítja meg,
nem, tehát az, aki azt mondja, hogy én az egész világot szeretem, az valójában senkit nem szeret, hanem az, aki azt mondja, hogy szeretem a szomszédomat, azaz, és a nemzetemet, és a népemet, az szereti igazán az embereket. És milyen meglepő, hogy ez a gondolat összecseng azzal, amit egy Mózes nevű zsidó mondott, annak idején, hogy szeresd embertársadat, mert olyan, mint te. És az embertárs szó az nem az emberiség, hanem a szomszédra használ egy kifejezés, hogy legközelebb, ha a szomszéd gyereke hangosan kiabál a kertben, akkor szeretettel nyilvánuljunk meg felé, mert szeresd szomszédodat, mert olyan, mint te, mert van, hogy mi is hangosan nyilvánulunk meg. És ezt a mozgalmat, a cionizmust Herzlék megszervezik, politikai mozgalommá teszik, elmennek királyokhoz, pénzemberekhez, és senki nem segít. Ugye szokták mondani, hogy hát a zsidók annyi pénzük van, mint a pejva, és simán megcsinálták ezt az országot. Az Izrael országát a cionista mozgalomban a szegény zsidók csinálták meg. A kis pénzüket összeadták, és abból vásároltak földeket, jöttek a bevándorlások, az aliák, és ezek az emberek elkezdtek a kezünkkel dolgozni. Majd beszélünk nyilván Dávid Ben-Gurionról, aki 1900-as évek elején érkezett meg Izraelbe, az ország első miniszterelnöke volt, egy legenda egyébként, és Dávid Ben-Gurion találta ki azt, hogy nem úgy kell megcsinálni az országot, hogy megfizetjük a helyi lakosokat, megveszünk a földet, és dolgozzanak helyettünk a földet, hanem nekünk kell dolgozni. És például művészek, tudósok letették a hangszert, letették az ecsetet, letették a könyveiket, és elmentek kapálni, és a saját kezükkel elkezdték megművelni az országot, úgy, hogy közben településeket építettek, úgy, hogy közben építettek városokat, mint például Tel Aviv, ami Izraelnek a legnagyobb városa létszámában, de nem a fővárosa, mert a fővárosa az az örök főváros Jeruzsálem, és ezt már nem csak ebben a szűk körben tudjuk, hanem az amerikai elnök is tudja, és még nagyon sokan, de még erre vissza fogok térni, mert hiszen ez hát aktuál politika nélkül nem lehet beszédet tartani és előadást tartani. Aki azt mondja, hogy ezt így tartja, az akkor a képmutató, hogy nagyon, úgyhogy én nem is mondok ilyet önöknek, ha megengedi. Tehát elindul a cionista mozgalom, és 1917-re lesz egy állam, de még semmiféle joga nincs, de már van kultúra, van nyelvhasználat, vannak mezőgazdasági telepek, vannak városok, van ipar, van szakszervezet. Tudom, ez csúnya szó ma, de van szakszervezet is már. És vannak politikai pártok. Nem egy, nem kettő, nagyon sok. Ugye szokták mondani, hogy két zsidó azonnal három pártot alapít, egy ellenzékit, egy kormánypártot, meg egy koalíciós. Tehát ugye ennyire egyszerű egyébként a politika, tehát ezt nyilván országgyűlési képviselő úr sokkal jobban tudja nálam, hogy nem kell ezen ennyit görcsölni. Tehát ezt az államot ismeri el Lord Balfour, a brit birodalom külügyminisztere 1917-ben az úgynevezett Balfour nyilatkozatban. Mit tegyünk? Van ott, már van ott egy állam, hát adjuk meg akkor azt az ígéretet, hogy egyszer majd ezt törvényes formába is fogják önteni. De ugye erre reakcióként elindul az arab fundamentalizmus, amit egyébként muszlim vallási vezetők szerveznek, például Hajjami al-Husseini, a jeruzsálemi arab muzulmán vallási vezető, és a zsidókkal szemben erőszakra ragadtatják magukat, gyilkosságok, rablások, erőszak, és ezért elindul egy vizsgálóbizottság, hogy mi legyen ezzel a dologgal, és az egésznek az lesz a vélemény, a megállapítása, ez az úgynevezett Peel bizottság 1939-ben, kimondják az arabok a felelősek ezért. De akkor mit csináljuk? És hát itt jön be az a szokásos hipokrácia és képmutatás, amit a világpolitika Izraellel és a zsidó néppel kapcsolatban gyakorol. Az arabok a felelősek az erőszakért, oké, tiltsuk meg a zsidók bevándorlását. Mert ezt mondják ki 39-ben, ezt látják
megoldásként, ugye nyugtassuk meg az arabokat, az arab több zsidó nem vándorolhat be, és tulajdonképpen ezzel bezárul Izrael földjének a kapuja azok elől, az európai zsidók elől, akiket ekkor már bőven fenyeget a nácizmus. Amerikájának már 15 évvel korábban bezárult, mert bevezették a zöld kártya kötelezettséget 1924-ben, tehát Európában ragadnak a zsidók, és kitör a második világháború, és a második világháború alatt történik meg a holokauszt, mindazokon a területeken, amelyeket vagy a németek megszállnak, a náci Németország megszáll, vagy pedig azokon a területeken, amelyek szövetségben vannak vele egész Európában, Norvégiától, Görögországig, Olaszországig, Franciaországtól, a mai Oroszországig, mindenhol megtörténik a holokauszt, mert ez a náciknak egy terve, és azt szokták erre mondani, hogy bizonyára ezért van Izrael állama, mert a világnak óriási bűntudata lesz a 6 millió zsidó miatt. Hát a világ nem így működik, a politika nem így működik, senkinek nincs bűntudata, viszont van több százezer ember, aki nem akar hazamenni oda, ahonnan deportálták, hanem egyetlen helyre akarnak menni Izraelben, és van egy nagy vita az ENSZ-ben, senki nem mondja azt, hogy annyit szenvedtek a zsidók és minden, hogy mégiscsak adjuk nekik országot, hanem mi történik? Az történik, hogy egyedül a Gromikót, ez a név az én generációnak ismerős, nem pozitív kontextusban, annál, hogy Gromikó mondja egyedül, hogy hát talán azért mérlegelni kéne, ha már ennyi bajt csináltunk a zsidókkal, vagy csinált ez a nácik, pedig csak a nácik, meg a nyilasok csinálták mi soha, pedig hát mindenki benne volt vastagon a történetben, mert nem lehetett volna ezt a helyiek nélkül megcsinálni sehol. Ezért azt mondja a Gromikó, hogy talán mérlegelni kéne ezt és hát ezt a dolgot, hogy 1947. november 29-én van az ENSZ-ben egy szavazás közgyűlésben, jóval kevesebb tagállammal, talán még csak 50 tagállamban, és mi történik? Kétharmados többséggel, ez akkor is volt kétharmad, tehát kétharmados többsége nem olyan új dolog, ez csak azoknak, akik nem olvasnak könyveket, kétharmados többséggel megszavazzák a felosztást. Ami sárga, az legyen az araboké, ami narancssárga, az legyen a zsidóké. Ugye most itt viccelhetnék, ha narancssárga van, nem teszem. Jó, tehát ma egyébként ez az egész terület narancssárga, mert a zsidóké, tehát halad előre minden folyamat. A fehér pedig, ott az a kis folt, az lenne Jeruzsálem, aminek az ENSZ lenne a fenntartója, és hát tulajdonképpen ez a kétállami megoldás. Na, erről szól az ENSZ. A palesztin hatóság képviselői ütik a közgyűlésen az asztalt, kétállami megoldást akarunk. Hölgyeim és uraim, 1947-ben megkapták, csak elutasították az arab államok. És azt mondták, hogy ha a zsidók kikiáltják az országukat, akkor ők meg fogják támadni Izraelt és a zsidókat, belenyomják a tengerbe és kiírtják őket. És ennek ellenére a kitör szó, ugye az a héberben az állam születésére használt kifejezés, 1948. május 14-én vagy hiába 5-én Dávid Ben-Gurion egy múzeum csarnokában, Tel Aviv múzeum csarnokában felolvassa az állam függetlenségi nyilatkozatát, amelyben bejelenti, hogy 2000 évvel a szétszóratás után a zsidóság visszatért az ősi földjére, és saját elhatározásából államot alapított, aminek a neve Izrael állam, és ebben az államban ez minden zsidónak az otthona, bárki hazatérhet, felhívja a világ zsidóságát, hogy éljen a lehetőséggel, térjenek vissza, és felhívja az ország területén élő arab lakosságot, hogy tartsák meg a békét, és élvezzék a fejlődésnek, és a technikának, és a zsidó kreativitásnak az áldásait, és a gyümölcseit, és építsék együtt az országot, és kihirdetik, hogy ugyanazokat a jogokat meg fogják kapni, mint a nem zsidó, vagyis mint a zsidó lakosok. Tehát nincs itt szó arról, hogy itt erőszakos
előzések lettek volna. Megalakul Izrael állama, és ez vezet el minket a következő témához. Egyébként nagyon érdekes maga ez a dolog, hogy lezárjam egy bibliai résszel, ugye a Jesaja vagy Ézsaiás proféta mondja, hogy ahogy egy állam, egy ország, egy nép egy nap alatt születik-e meg. És utána azt mondja, igen, megszületett Sion, megszülte a fiait, és létrejött a zsidó állam. Tehát tulajdonképpen egy akkor 2500 éves profécia beteljesedése ez a pillanat, amikor elmondják ezt a dolgot. Egyébként maga Dávid Ben-Gurionnak a kedvenc könyve, amellett, hogy tudjuk persze, hogy volt 22.000 kötetes könyvtára, ezt egyébként a végrendeletében az izraeli államra hagyta is nagy szabadon látogatható az ő valamikori telenői otthonában. A kedvenc könyve mégis a Tanakh volt. A Tanakh az a héber biblia, ami a keresztények által Ószövetségnek nevezett könyv, és Ben-Gurion azt mondta, amikor nyilatkozott, hogy miért kiáltották ki Izraelt, és hogy lehetett ez meg, azt mondta, ezek a betűk, ezek a szavak hoztak minket vissza. Tehát tulajdonképpen ő egy szocialista politikus volt. Lehet még ilyet mondani ma Magyarországon. De tényleg egy ilyen igaz, persze, hogy lehet, tudom, csak viccelek, hogy felébresszem a hangotokat. Tehát ez egy vérbeli szocialista volt, és mégis elfogadta a Szentírást, mint kijelentett, kinyilatkoztatott igazságot. Mások nem, úgyhogy elkezdődtek a háborúk, és most gyorsan néhány háborúról szeretnék beszélni. Ugye, ha arról beszélünk, most az ENSZ-ben lennénk, vagy az Európai Unió Strasbourg-i parlamentjében, akkor nyilván azt kell mondanom, hogy ez a szörnyeteg agresszor vérszívó Izrael mit tett. De nézzük meg, hogy valóban ki volt az agresszor, vagy ki nem. Az első háború a függetlenségi háború 1948-49, amikor a zsidó állam megvédi magát, a létezését. Iákó 5-e péntekre volt, Ben-Gurionék délután felolvasták a függetlenségi nyilatkozatot, mindenki örült, és közben az arab országok, legalább 5 ország, Egyiptom, Szíria, Jordánia, Irak és Libanon megtámadták Izraelt. És kitört egy háború, másfél évig tartott nagyjából, és ebben a háborúban győztek a zsidók, ezért megmaradt a zsidó állam, sőt megszerezték a Negev sivatagot, ami egy borzasztó puszta, valaki járt már ott, az tudja, hogy ott nincs élet, még annyi sem, mint a Sziget Fesztiválon zárás után. Tehát abszolút mértékben puszta, de Ben-Gurion azt mondta, a Negev van egy titkos bázisunk, és valóban nagyon sok ásványi anyagot onnan szereztek meg, amellett, hogy a timóniai atomreaktort is jól el lehetett rejteni ott, ugye, tehát ez ilyen nyílt titok, mondom, a többi 20-at árulják el. A következő az akkor volt, amikor velünk 1956-ban a szovjet birodalommal volt, ugye az 56-os forradalom és annak a levelése, ez az úgynevezett szuezi konfliktus, amikor ugye Egyiptom és ennek lelkes elnöke Nasser lezárták a szuezi csatornát, államosították. Ez egy bevett szovjet módszer volt abban az időben, ugye az államosítás, és az Egyiptomot a Szovjetunió támogatta, és Nagy-Britannia, Franciaország és Izrael megverte egy háborúban Egyiptomot, és felszabadították a szuezi csatornát. Ez nem az volt, amit még az én generációm az iskolában, ha hallott egyáltalán erről, már az 56, ugye azt tudjuk a Sinagoga című filmből, hogy még a lottószámokba sem merték kiejteni, de ha el is hangzott ez, akkor az imperialista, kapitalista, burzsuá nyugatnak az agressziója volt a haladó, felszabadult egyiptomi néppel szemben. Hát nem ez volt, hanem egyszerűen megnyitottak egy olyan nemzetközi utat, a szuezi csatornát, ami mindenkinek joga van áthajózni, még az izraelieknek is. Úgyhogy ez volt a második nagy háború. Akkor utána 1967-ben volt a hatnapos háború, amikor Izrael június 3-a és 10-e között gyakorlatilag megduplázta a
megtriplázta az ország területét, legyőzött három arab országot, Egyiptomot, Jordániát és Szíriát, és tulajdonképpen kialakította nagyjából a mai határait, annyiban, hogy tudom én is, hogy a Golán félszigetet visszaadták, a gázolvezetet visszaadták, Dél-Libanonba kiürítettek területeket, tehát is a Cisziordánia területén, a nyugati parton is adtak át területeket az arab lakosságnak. Tehát a hatnapos háborúban Izrael egy csodás hatnapot élt meg. Természetesen azonnal az ENSZ biztonsági tanácsa elítélte Izraelt, és kötelezte, hogy vonuljon vissza az eredeti határokra. De azt persze a határozat nem mondja el, hogy mi az eredeti határ, tehát a 67. január 4-i, vagy június 4-i, vagy 48-as, vagy mi ez a határ. Egyébként is Amerika megvétózta, és ezért nem kell végrehajtani ezt a rendelkezést. Úgyhogy a hatnapos háború a következő háború, 67-ben, erről ugye tavalyi évben emlékeztünk itt Ajkán is Jeruzsálem felszabadításáról és a Jeruzsálem egyesítéséről. Utána 1973-ban tanulva a kudarcokból megtámadták a Jom Kippuri háborúban Izraelt megint az arab államok. Ugye a Jom Kippur a legszentebb zsidó ünnep, nincs semmi, se evés, se ivás, se villan, se rádió, semmi. És ebben az időben ezt komolyan is vették, úgyhogy néhány napig Izrael a kétség szélén táncolt, hogy életben marad-e a zsidó állam, vagy nem. Ugye az izraeli hadseregnek három fő alapelve van, hogy Izraelnek kell kezdeményezni a háborút, tehát nem lehet hagyni, hogy megtámadják, tehát Izraelnek kell megválasztani a háború időpontját tulajdonképpen. Ugye, tehát ez is egy nagyon fontos doktrinájuk. Azonnal a fő frontokon túl erőt kell képezni, és gyorsan meg kell semmisíteni még a Földön az ellenséges légierőt. És a harmadik az, hogy be kell hívni 48 órán belül a tartalékosokat. Ugye minden izraeli felnőtt ember tartalékos. Tehát ezek vannak. Jom Kippurkor mind a három összeomlott, mert nem a zsidók választották meg a háború időpontját, és mivel nem volt rádió, mert a rádió nem működik Izraelben, a mai napig nincs adás Jom Kippurkor, a legszentebb ünnepükön, vallási ünnepükön, ezért csak 72 óra vagy 86 óra alatt sikerült mozgósítani, úgyhogy majdnem egy hónapig tartott ez a háború borzasztó veszteségekkel, annyira, hogy Izrael majdnem még korlátozott atomcsapást is végrehajtott Szíriában, de aztán utána ugye Damaszkusz előtt megállította őket az ENSZ, itt éppen a kilőtt szíriai tankokat látjuk. 1982-ben, miközben labdarúgó világbajnokság volt Spanyolországban, és 10-1-re megverte Magyarország El Salvador csapatát, amit én sajnos nem láttam, hogy pont akkor ment ki a videóton Fekete-Fehér tévén, úgyhogy a képcső nem halt, úgyhogy ez nekem kimaradt, de majd a YouTube-on utána nézek. Akkor Izrael északon Libanon ellen vívott egy háborút, aminek az volt a neve, hogy fedő neve, hogy minden háborúnak van. Fedőneve békét Galileának. Galilea Izrael északi területe, és miért kellett békét adni neki? Mert a Libanonban Irán, ugye 1979 óta Irán iszlám köztársaság, szélsőséges terrorista, síita vallási vezetése van Iránnak, ezt mondjuk ki, mert a politikai korrektségemet én lent hagytam az autóban, és ezért ők felfegyverezték az úgynevezett Hezbollahot, Allah hadseregét Izrael elpusztítására. Mert majd mindjárt az ellenségeknél erről fogok szólni, és ezt a békét meg kellett szerezni Galileának, Észak-Izraelnek, hogy ne lövöldözzenek be, és ne harcoljanak, és ez meg is történt. És 2008-ban pedig, ugye, amit még említeni akartam, ez a gázai öntöttólom hadművelet. Ugye a 2000-es évek elején, első felében Izrael feladta a gázai övezetet, majd a béketárgyalásokról fog szólni egy másik dia, ott majd erről beszélek,
részletesebben, és a Gáza övezetben pedig megerősödött a Hamas nevű terrorszervezet, és a Hamas ellen indított Izrael egy hadműveletet, hogy korlátozza a belövéseket, a támadásokat, az emberrablásokat. Ugye ezelőtt, a háború előtt néhány évvel rabolták el a Gilad Shalit nevű fiatalembert, aki egy katona volt, 19 éves szemüveges, teljesen gyógyegér, szerintem a lénynek se tudott volna ártani. Elrabolták és 2 évig fogságban tartották, miután 200 terroristáért kicserélte Izrael, mert ez is az ára. Egyébként én pont a Gilad Shalit elrablásakor Izraelben voltam, és csak az, én pont arrafelé jártunk, nem Gázában, hanem ott a Negev határán, és azt lehetett látni, hogy helikopterek mennek a határ felé, majd másnap egy konferencián voltam a Jeruzsálemi Yad Vashem-be Holocaust intézetben, és akkor fölállt a levezetőnek, és mondta, hogy hölgyeim és uraim, az izraeli hadsereg bevonult a Gáza övezetbe. Első előadónk pedig a következő lesz. Tehát ugye ott ez természetes, de látjuk, hogy 10 évenként gyakorlatilag háborút kellett vinni. Ugye itt a békeszerető gázai lakosokat láthatjuk, amit házilag készített Kassam rakétákkal fenyegetik Izrael. Ugye van a Gáza övezet közelében egy Sderot nevű város, ott gyakorlatilag minden 5 percben egy rakéta jön, tehát a gyerekek úgy járnak iskolába, meg úgy játszanak, hogy állandóan rohanni kell az óvóhelyekre, hát ezt ugye nehéz a békés ajkán elképzelni, hogy így élnek emberek. De kik is ezek az ellenségek, akik mindig háborút indítanak, vagy fenyegetik Izraelt? Ugye az egyik a környező arab államok. Ugye 1,5 milliárd muzulmán veszi körül Izraelt, és az iszlám vallásban, ami tudom én is, hogy George W. Bush azt mondta, hogy a béke vallása, de én megközelíteném egy másik oldalról, ez ennek a vallásnak előírt parancsa a zsidók és a keresztények meggyilkolása. Most ne fehérítsük azt, ami fekete, ez benne van a Koránban, és a Korán értelmezési elvei szerint igenis ez az éppen aktuális parancs, nem az, hogy tisztelni kell a könyvek népét. Tehát a környező államok, itt éppen az iráni vezetők sétálhatnak amerikai és izraeli zászlón, amin nem a legbarátságosabb szövegek olvashatók. Ugye az 40-es évek végétől az 50-es években a Fejadin mozgalom volt a másik fontos ellenség. Ők ugye látják ebbe a kefiába, ami ma ilyen divatos kettő, mert volt egy ilyen, aki fejadinként kezdte, aztán nagyon nagy békenobelias politikus lett, ugye Yasser Arafat kezdte ezt el hordani az ENSZ-ben, meg mindenhol odaengedték, hogy szónokoljon, ugye aztán ő megkapja a békenobeliat, és amikor tudják, Obama elnök is megkapta 2008-ban a békenobeliat, akkor sokan értetlenkedtek, hogy miért kapta meg. Mondta valaki, de hát az Arafat is megkapta a béke Nobel-díjat, erre az volt a válasz, igen, de ő őt is érte. Tehát ugye itt megint ez az abszurditás, tehát ezek ilyen bandák voltak, akik belopakodtak és megölték a zsidó települések szélén a házakban élő embereket brutálisan. Ugye itt is elég sok kertes házat lát az ember, jönnének be emberek, és elvágnák a lakosok torkát. Miért? Mert földrablóknak tekintik, mert azért, mert itt vannak. Tehát ez történt. Ezt a háborúkkal ők igyekezték visszaszorítani. Most egy reklámblokk következik, Entebbe, ez ugye Uganda fővárosának a repülőtere. 1976-ban egy francia gépet eltérítettek, ami Izraelbe ment volna, és Líbián keresztül Ugandába vitték, ahol az ottani diktátor, aki egyébként nagyon szerette Hitlert, és a halálra kívánta a zsidókat, átadta ezek a német és arab terroristáknak, muzulmán terroristáknak a repülőteret, és tulajdonképpen ott ketté választották a 280 utast, 95-6 zsidó
vagy izraeli állampolgár, vagy zsidó származású utas, ott tartottak túszként, és kivégzésükkel fenyegetőztek, a többieket elengedték. És ekkor a mostani izraeli miniszterelnök bátyának a vezetésével, ugye a Benjamin Netanyahu-ról beszélek, a Jonathan Netanyahu vezetésével egy akció indult, egyébként éppen most van a film premierje, úgyhogy ajánlom önöknek a 7 vérfagyasztó nap, vagy valami ilyesmi a címe, de ez egy nagyon érdekes történet. Bementek a repülőtérre izraeli kommandósok úgy, hogy 4 Hercules szállítógéppel mentek be Uganda légterébe, át az ellenséges Afrikán, 30 méteres magasságban repülve, hogy kikerüljék a radarokat, és ugye bementek a Netanyahu vezetésével a 29 kommandós, és elkiáltották magukat héberül, hogy földre. Aki nem feküdt le a földre, mert nem tudott héberül, azt lelőtték. Úgyhogy tulajdonképpen a túszok közül 4 haltak meg, őket a palesztin terroristák ölték meg, vagy a terroristák, az összes terrorista és a Netanyahu bátyja itt halt meg, és erről most van egy film, úgyhogy ezt majd megnézzük, és jövőre visszatérünk rá. Akkor ellenség a PFS, hátul látjuk Arafat árnyékát, előbb pedig ugye a Mahmoud Abbas, amiből lett a Fatah. Ugye a PFS az 1960-as években alakult palesztin felszabadítási szervezet néven. Erre mondta még egy 80-as években egy magyar újságíró, hogy a palesztinok az a nép, aminek előbb volt a terrorszervezete, mint hogy a nép létrejött volna, mert ők így hívták magukat, hogy palesztin felszabadítási szervezet, de valójában ezek arab emberek, akik a palesztin mandátum területen éltek. Tehát valójában most megint nem leszek politikai, akkor nincs ilyen, hogy palesztin nép. És viszont ugye most működik ez a szervezet, és ugye a nyugati parton, Ramallah központtal, nekik van a palesztin hatóság területén, amit Mahmoud Abbas, aki egyébként holokauszt tagadó, vezet, és az Arafatnak ő az utódja, és igen, 1992 után érték el azt, hogy ki törölte azt a doktrinát a Fatah az alapító okiratából, hogy Izraelt el kell pusztítani. De ott van a Hamas, amelyik a gázalvezetet birtokolja, sőt most már a palesztin autonómia területén, hatóság területén is egyre nagyobb a szerepe, és a Hamas az is egy terrorszervezet, az egyik legkeményebb, persze van az iszlám harcosai, meg a dzsihád szövetsége, minden, de ez a Hamas, ez teljesen arra épül, hogy Izraelt el kell pusztítani. Ugye múlt héten volt még csak, ment a gázövezet határánál ez a balhé, ezt a Hamas gerjesztette. Ez nem egy spontán elnyomottak megmozdulása volt, hanem ez egy olyan terrorakció volt, amely Izraelnek a felszámolására irányult. És egyébként maga a Hamas vezetője is elismerte, hogy az 58 áldozatból 50 a Hamas tagja volt. Egyébként nagyon ajánlom önöknek, hogy kereső programba írják a Bollywood kulcskifejezést. Ez a Bollywood, a Hollywood mintájára hozták létre. Ez a palesztin terrorszervezetek propaganda filmjei, és például a múlt héten is volt ilyen, hogy ezek a letakart halottak, fehér lepelre le voltak takarva, és hát nagyon meleg lehetett, meg viszketett, meg lehúzták egy kicsit magukról, meg beszélgettek, meg vizet kaptak, meg viszik a vállukon, és akkor megbotlott valaki, leesett a halott, majd felpattant és ordított a többiekkel, hogy hát ez így nem illik, és utána visszafeküdt halottnak a hordányra. Tehát ez a Bollywood, ez zajlik a nép hülyítése, meg az emberek hülyítése. Elnézést kérek, nyilván vannak áldozatai, mert van, hogy eltalálnak lövések olyan embereket, akiket nem kellene eltalálni, de hát ez a Bollywood, ez működik, és ezt meg is kajálja a világ. És ugye emellett pedig a gyereknevelésnek egy fontos célja, hogy a gyerek az jó gyilkos legyen, és minél több zsidót megöljön.
és ezt látják ezen a képen, hogy ez a kisfiú, ahelyett, hogy a verdákat játszana, a verdákkal, meg a villám, meg minden, a többivel, ehelyett be kell öltözni, és gyakorolni kell, hogy hogy kell zsidót ölni. Ez is a nevelésnek az eszköze, erre mondta Golda Meir, Izrael eddigi egyetlen miniszterelnök, asszonya, hogy akkor lesz itt béke, ha a palesztinok jobban szeretik a gyerekeiket, hogy a gyerekeik éljenek, mint hogy minket megöljenek. És ebben van realitás, és sajnos ez a nevelés zajlik, de 1992 óta ugye zajlik egy béke folyamat, megpróbálnak a halálos ellenséget kiegyezni, ugye Bill Clinton atyai mosolya, Yitzhak Rabint és Yasser Arafatot Camp Davidben készfogással pecsételik meg, hogy elkezdődik a béke folyamat. Ugye ennek az volt a lényege, hogy a zsidók adjanak területeket, és ezért adnak az arabok békét. Nem jött be. Ugye ez nem jött már be az indiánoknak se a Nagy-Nyugaton, hogy a területeket odaadni a békéért, és nem jött be a Közel-Keleten sem. És most látjuk az aliára, azaz a bevándorlásra. Ugye ez már elkezdődött, ahogy elhangzott 1882-ben, az állam kitöréséig, megalakulásáig volt 5 alia, és utána ugye tömegével érkeztek az emberek, és ilyen sátortáborokban kezdték. Tehát menekült táborok szerű hangulat volt, de az a nagy különbség a zsidó menekült táborok az államalapítás után és az arab menekült táborok között, hogy a zsidó állam kiengedte ezeket az embereket a táborokból, és integrálta őket a társadalomba, tehát elkezdtek normálisan élni, míg azokat a palesztin területeken élő arabokat, akik elmenekültek a zsidók elől, mert az arab propaganda azt mondta nekik, hogy gyertek el, megöljük a zsidókat, és visszaköltöztek a házaikba, ezeket az embereket és a leszámazottaikat 70 éve nem engedik ki az államok, a libanoniak, a szírek, a jordánok és az egyiptomiak nem engedik ki a táborokból. Miért nem engedik ki őket? Mert ha kiengednék őket, akkor ezek az emberek is elkezdenek valószínűleg normális életet élni, és akkor mi lenne azzal a propaganda fogással, hogy a zsidók milyen embertelen népség és menekültségre kényszerítik az embereket, és ez egy nagy különbség a kettő között. Aztán a 80-as években jöttek az etiópok, ugye Etiópiából, ott a 80-as években volt egy nagy polgárháború, tudják, óriási éhezést eredményezett ennek, köszönhettük a Wembleyben, meg Philadelphiában a Live Aid koncertet, amit nekem katartikus első élményem volt, hogy 12 órán lehetett minőségi zenét hallgatni, magyar televízióban, ami akkor egy volt, mi a kettő, tehát, és ezen túl csak a csehszlovák egy ment még. Tehát az etiópokat is kimentik, az etióp zsidókat, ezt hitták Salamon szőnyege hadműveletnek, ilyen csárterjáratokkal, kb. 25-30 ezer embert szállítottak be. De a legnagyobb alia a 90-es években Magyarországon keresztül is az oroszoké volt, körülbelül 1,5 millió orosz zsidó a Szovjetunió összeomlása után végre elmehetett Izraelbe, mert előtte voltak úgynevezett refuznikok, visszatartottak, akiket 15-20 évig nem engedtek ki az országból, például Natan Sharansky, aki a mindenkori izraeli kormányok egyik tanácsadója és a demokráciáról nagyon sokat tudó úriember, és nézzék meg a térképen, a mai Izrael 2015-ös térkép összetétele honnan származik, mi azt gondoljuk, hogy a zsidók innen mentek el oda, hát az ország lakosságának a fele az vagy afrikai, tehát észak-afrikai elsősorban, vagy ugye Etiópia, meg a Szovjetunióból a másik nagy része, és nagyon jó ez a térkép, mert megint eszünkbe jutatja a Jesaja prófétának azt a mondatát, hogy azt mondom, északnak add meg, és délnek ne tartsd vissza, és keletről és nyugatról meghozom a te magodat. Ugye ez is egy profécia, és lám valóban Izrael
be összegyűlnek a világ minden részéről a zsidó emberek. És hát ugye, ami minket most érint, és aktuál politika, ez a nyugati zsidóság. Tudták, hogy tavaly Franciaországból 25 000 zsidó aliázott? Nem tudták, de most tudják. Volt olyan nap, hogy 2000-en érkeztek meg Izraelbe. És miért? Azért, mert, és most nem kormánypropagandát mondok, bár mondhatnék, de nem mondok, de azt viszont ki kell mondani, hogy a migráció miatt Nyugat-Európában megnövekedett a zsidó ellenesség, egyébként a keresztény ellenesség is. A legnagyobb balhé most Párizsban van, és nem tudni hova robban. Ugye Ramadán az iszlám egyik muszlim vallás egyik szent hónapja következik, és már telerakták a szokások megfelelően sátrakkal Párizs a migránsok, illetve az ott élő muzulmánok, és a párizsi hatóságok megpróbálják elérni, hogy az engedély nélkül felépített sátrakat lebontsák. Hogy ebből mi lesz? Hát ezt lehet, hogy a híradóból fogjuk megtudni már ma este, bár már az egyik már elment, ez a hajó, de van késő esti. De nagyon nagy helyzet van, és Franciaországban igenis megnövekedett a zsidókkal szembeni dolog, erőszak. Például egy másfél hónapja volt, hogy egy idős holokauszt túlélő asszony kínzott halálra egy muzulmán, és utána meggyilkolta, és azért, mert zsidó. És ezt nem lehet letagadni. És amikor volt 2015. novemberében az a tragikus dolog, tudják, amikor az a rockkoncertnek a helyszínén, a Pázlupin stadionnál robbantottak, koncerthelyszínén lövöldöztek, a sétáló utcán lövöldöztek, akkor egy zsidó szupermarketben is lövöldöztek, és ott is megöltek embereket. Csak azért, mert zsidók. És ez most egy nagyon érdekes dolog Izraelben, hogy egyre több nyugat-európai zsidó vándorol ki, és illetve költözik haza, attól függ, honnét nézzük. És mi ez az ígéret földje, ami mindenkinek kell? Ugye mondták egyszerűen a cionisták, hogy igazából Izrael földje az a kétszeres ígéret földje, mert a britek megígérték az araboknak is, meg a zsidóknak is, de mi most abból a szempontból nézzük meg, hogy mi ez az ígéret földje. Ugye azt mondja Mózes, bevisztek benneteket a tejjel, mézzel folyó földre. Itt kérem öklömnyi epreket látunk. Ez azt jelenti, hogy egész jó lehet ott a termőföld, mert viszonylag ritkán látni akármilyen mutált epreket a piacon, amelyek ekkorák, és Izraelben tényleg ekkorák, és természetesen teremnek ekkorára. Ígéret földje, a startup világ. Itt csak ránézésre, nem számoltam, megnézni kell nekem a felkészületlenségemet, legalább 100 cégnek a logója látható. Mindegyik Izraelben működik, és a high-techben, a vegyiparban, az oktatásban, a tudomány különböző területein alkot nagyot. Ez az iparnak is a fejlődése. Akkor a mezőgazdaság, ez Bersela, a Negev kapuja, alul a képeken, ami majdnem látszik, egy romváros van, ez az ókori Bersela városa, mellette láthatjuk, hogy termővé van téve a föld, egy olyan helyen, ahol az égi csapadék mennyiség 4 mm. És utána megint látjuk a sivatagot. Miért tud ez megtörténni? Mert kidolgoztak egy olyan öntözéses technikát, ami nem fölülről, mint nálunk, kint felejtjük a locsolót, aztán a gyerek élvező, hogy derékig áll a sárba, és kirohad a fű. Ugye, tehát egyébként, meg a muskák különösen, hanem mit csinálnak? Oda viszik a növények gyökeréhez, egy ilyen gyökérre öntöznek, és ezzel nagyon minimális vízzel tudják, nem pazarolnak. És nem is párolog el az a víz, ami egyből a földbe jut egyébként. Legalábbis én így tudom, de nem vagyok biológus, és nem vagyok mezőgazdász. Akkor a kultúra. Ugye minden évben van Izraelben is könyvfesztivál, tehát olvasnak az emberek, rengeteg könyv van, rengeteg nyelven olvasnak az emberek, vannak színházak, van balett, van zene, van festészet, képzőművészet, tehát kultúra virágzik Izraelben. Ha valaki elmegy, akkor azt látja, hogy az emberek
mindenfajta kultúrára nyitottak. Akkor ugye az emlékezésnek is helye van, ez az Yad Vashem intézet, de ott is egy hatalmas területen van történeti emlékezés, művészeti emlékezés, és mindenhol mindenre emlékeznek, ugyanakkor nem merülnek bele a múltban. Tehát például azokon a helyeken, ahol a 90-es években öngyilkos menekülők öltek meg embereket kávéházakban, diszkók előtt, vendéglőkben, buszokon, elhelyeznek egy emléktáblát, és kinyit másnak a dolog, és megy tovább az élet, mert az emlékezet mellett nagyon fontos az, hogy élni is kell. És ide tartozik az örök főváros kérdése. Jeruzsálem az örök fővárosa Izrael államnak, ez már Dávid korában így volt, Dávid király korában, hiszen ő írta az egyik zsoltárában, hogy ott van az Úr háza, tehát az a vallási központ, de ott ülnek az ítélőszékek is, tehát a bíróság, a közigazgatás központja is. Jeruzsálem ez Izraelnek, és egyébként el kell mondanom önöknek, hogy rengeteg nép birtokolta Jeruzsálemet, de egyetlen egy népnek volt fővárosa, és ez a zsidó nép. Soha senkinek nem volt a fővárosa, a palesztinai araboknak se volt soha a fővárosa. Soha nem volt főváros, egyedül Izrael államában, az ókoriban és a modern Izraelben főváros Jeruzsálem, de ugye hát ez egy óriási vitatott kérdés, nyilvánvalóan a mai napig. Na de mi van 70 év után? Tehát beszéltünk arról, hogy megszületik az állam, hogy jön létre, beszéltünk a háborúkról, beszéltünk az ellenségekről, beszéltünk az ígéret földjéről, de mi van 70 év után? Többek között ez. Bojkottálják Izraelt, izraeli termékeket, és nemzetközi nyomást helyeznek Izraelre, hogy vonuljon ki területekről, hagyja ott a dolgokat, ne törődjön ezekkel a dolgokkal, vonuljon vissza, és közben ugye a világ zsidóságának a létszáma is növekszik. Két éve érte el egyébként a világ zsidóságának a létszáma azt, a körülbelül 16 milliót, ami a holokausz előtt volt. Tehát gondoljanak bele, hogy egy majd 70 éves törést okozott, vagy egy 70 éves törést egy nép létszámába az, hogy megtörtént ez a zsidó nép kiirtására tett kísérlet, amiről ugye ma itt azért emlékezünk, és ugyanakkor meg 8 millió zsidó él ma Izraelben, tehát körülbelül ennyi zsidó él egy fél Dunántúlnyi területen. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy akkor ez mint Szibéria vagy Dél-Amerika, ez egy fél Dunántúl. Azt innen tök könnyen elképzelni szerintem. Tehát ugye erre mondja a klasszikus vicc, hogy Kohn és Krühn beszélget, hát ki más beszél, mindig Kohn és Krühn beszélget, és akkor azt mondja a Kohn, hogy te Krühn, te mit csinálsz a hétvégén, mit csinálsz szombaton? Ja, hát a feleségemmel autóval bejárjuk az országot. Jó, jó, de mit csinálsz délután? Ugye? Tehát ez egy kis ország. És mégis óriási dolgot adott, mert ezen a plakáton is két dolog van. Ugye van a kerítés, amit károsztat a világ közvéleménye, hogy miért kell a palesztinokat elzárni az izraeliektől egy ilyen betonkerítéssel. Valaki mostanában jár Izraelbe, látta, van ilyen kerítés. Persze azt nem szokták elmondani a különböző nagy nemzetközi emberjogi fórumokon, hogy nem is épült meg a kerítés teljesen. Csak azokon a pontokon épült meg, ahol ez létkérdés volt, és nem mondják el azt sem, hogy ennek a kerítésnek a megépülte okozta azt, hogy a 2000-es évek végén gyakorlatilag megszűntek az öngyilkos merényletek Izraelben. Mert addig átjártak, mint kés a falon, vagy szúnyog a szúnyoghálon, és most nem tudnak átjárni ezek a terroristák. És ugye azt mondják, hogy ha bojkottálod az izraeli termékeket, akkor te ennek a falnak a lebontását támogatod, mert akkor a zsidóknak nem lesz annyi pénzük, hogy fenntartsák ezt a falat. De milyen termékeket bojkottálunk? Ne vegyünk narancsot? Hát ugye ez kézenekből, hogy epret? Hát ugye ezt csak a buta
zsidó ellenesek gondolják, hogy ezzel bolykottálnak. Ha meg ezt a képet jobban megnézik, akkor például el lehet felejteni az iPad, iPhone dolgokat. El lehet felejteni a Microsoft termékeket. Facebookról le lehet szállni, jó? De azt is egy zsidó találta ki, aki most már fel is vállalja, ráadásul. Akkor ugye a KitKat csokit kiszereti. Felejtős, jó? Tehát ha valaki aktív bojkottot akar, akkor a KitKatot felejtse el, McDonald'sba sem illik betenni a lábát, Burger Kingbe sem, és mi a Hervisbe se járunk, jó? Tehát ez itt van több száz termék, bojkottáljad. Kőbaltával megvadásszál, akkor gyakorlatilag meg a vonalas telefonon próbál meg felhívni a ezért. Számítógépet is le lehet tenni, mert a Neumann János egy magyar zsidó volt, aki az egészet kitalálta, tehát azt gondolom, hogy ezt jól meg kéne gondolni, de ugye ezzel mit akarnak zsarolni Izraelt? És hát Izrael meg ostoba lenne, ha engedne ennek a zsarolásnak, meg mi is. Intifádák vannak 70 év után, ez a legújabb változat. Ugye az intifáda zavargást jelent, a 80-as években kezdték az Arafaték, látták, hogy háborúban nem megy a dolog, akkor ilyen palitjával követ dobáltak, meg minden. 90-es évek arról szólt, hogy robbanó mellényekkel felrobbantották magukat a diszkókba, a buszokon, meg minden. Talán a 2000-es években ugye jöttek a szofisztikáltabbak, a Caterpillarral, meg az autóval belehajtani a tömegbe, és így gyilkolni meg az embereket, és ugye most a legújabb trend, ez a késsel leszúrni, mert ugye hát ez aztán tényleg kivéthetetlen, hogy előkapja a ruhája alól valaki a kést, és akkor megszúrják gyorsan két-három embert. Tehát ezek az intifádák zajlanak. Egyébként azt is kevesen hangsúlyozzák a művelt világunkban, hogy például a szíriai és a palesztin hatóság területén levő slágerlistákon a 2010-es évek elején az volt a legmenőbb sláger, tehát van ilyen slágerlista, ez mindenkinek megvan, és a slágerlistán egy olyan dal vezette, ami egy búcsú levélről szól, de nem úgy, ahogy a mi slágerlistáinkon, hogy a Mari beleszeret a Józsiba, és akkor nem jön össze, és akkor minden Romeo és Júlia tudják, tényi szerelem tragédia. Tehát nem erről szólt, hanem arról, hogy a fiú megírja az anyukájának, hogy ne keress többé, elmentem, és a hasidát végrehajtom, ez az öngyilkos menének. Ez a slágerlista, ezt hallgatják a fiú. Ez a minta. Oké? Okay? És hát ez zajlik a mai napig, és ugye látszik, hogy rengeteg mutációja van. Ugye erre szokták mondani az idegenvezetők, ha valaki elmegy Izraelben, hogy egyet ne felejtsenek el, hogy egy háborúban álló országba érkeztek. Ettől még persze érdemes elmenni. Hát, térjünk rá a lényegre, és már úgy felcsinatva reményt, már ez az utolsó előfidia. A nagykövetség kérdése. Ugye tavaly még nem tartunk ott, május 14-én múlt hétfőn az Amerikai Egyesült Államok megnyitotta Jeruzsálemben a nagykövetségét, elismerve ezzel azt, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa. Ugye a nagykövetségek diplomácia alap fővárosban működünk. Tehát legfeljebb tiszteletbeli konzul működhet itt Ajkán is, mondjuk egy amerikai tiszteletbeli konzul, jó lenne, ha működne, talán, főleg ha mozna valami ajándékot városnak, de nagykövetség az Budapesten van, annak a fővárosba kell lenni. És ugye 1981-ben Izrael törvényt hozott arról, látva azt a presszúrát, ami alá helyezték nemzetközileg, hogy Jeruzsálem Izrael örök és oszthatatlan fővárosa. És ezt elismerte sok ország, és az Amerikai Egyesült Államoknak is megvolt rá a terv, hogy átteszik a nagykövetséget. De az amerikai elnököknek joguk volt ezt fél évre mindig felfüggeszteni, az átköltözést. És egészen a Donald Trumpig, és múlt év novemberéig
minden amerikai elnök aláírta a költözés halasztását. Gondoljanak bele, én ki sem tudom számolni, mert matekos meg végképp nem vagyok, de jó, 3,5 évtizeden át ezt megtették. Ez azt jelenti, hogy legalább 70-szer írták alá ezt a dolgot. Nem, de majdnem. Sokszor. De most azt írta alá a Donald Trump, hogy átköltözteti, és valóban meg is tették. Egyébként addig is működött amerikai konzulátus Jeruzsálembe, de most oda került a nagykövetség. És tudjuk, hogy azóta Paraguay, Panama is csatlakozott ehhez, és ugye ma felvetette valaki, hogy egy európai ország fogja követni. Nem tudom, van-e itt benfentesünk, aki meg tudná mondani, hogy melyik európai ország, de ez nagyon izgalmas dolog. És egyébként pedig, hát ugye nagyon-nagyon nagy jelentősége van ennek. Nem véletlen, hogy egy óriási felháborodásra lesz a szintén. Egyébként nem tudom, figyelték-e, meglepő volt, de nem volt olyan nagy nemzetközi felháborodás, hogy tudomásul vették a világ vezetői, hogy igen. Tehát ugye mindenki azt hitte, hogy ebből most kitör a negyedik világháború, hát nem tör, vagy harmadik, még csak. Oké, tehát a harmadik világháború, hát nem tört ki ebből. Nyilván majd ki fog törni, mert azért azt ne felejtsük el, hogy itt most egy nagyon pozitív képet próbáltam vázolni Izraelről, és Izrael történetéről, mert ez egy pozitív történet. És ugye az, hogy a holokausztból mégiscsak megszületik 70 év alatt egy vezető állam, high-techben, kultúrában, mindenben. És ahogyan ugye Rivlin elnök, az Izrael állam elnöke ott volt most a auschwitzi életmenetén, és elmondta a beszédében, hogy igen, Auschwitzból Jeruzsálembe megyünk. Tehát ugye megvan ez a perspektíva ma már a zsidóság előtt, és ez nagyon felemelő volt ezt tőle hallani, bár nagyon aggódtunk érte, mert ott volt, most titkot árulok el önöknek, ott volt vele a Mossad igazgatója, ugye ez az izraeli titkosszolgálat, a Shabak, a belbiztonság, ott volt a hadsereg vezérkari főnöke, úgyhogy mindenki, és ezek egy repülővel érkeztek Krakkóba az elnökkel, tehát mindenki aggódott, hogyha lelövik véletlenül ezt a repülőt, akkor a Netanyahu meg a Lieberman, a külügyminiszter maradt csak izraeli felelős politikus, ami azért érdekes lett volna. Minden esetre ez nagyon nagy jelentőségű dolog, hogy van egy Izrael, de nem jelenti azt, hogy vége van a történetnek. Ugye, ha valaki komolyan veszi a Szentírást, meg a politikai folyamatokat és azokat a nyilatkozatokat, amelyeket tesznek Izrael ellenségei, Irán például, vagy a palesztin hatóság, vagy a Hamas vezetői, vagy amit tettek az iszlám államtól, vagy tesznek a Hezbollahtól, akkor akik ezt komolyan veszik, azok látják, hogy nincs megnyerve Izrael számára ez a történet még, tehát itt valami óriási konfliktus van kibontakozóban, és ugye az, hogy Iránnal volt ez az atomalkú, amit még az Obama elnök kötött meg vele, ez gyakorlatilag hozzásegítette Iránt ahhoz, hogy olyan technológiát vásároljon, amivel képes olyan atomrakétákat végrehajtani, amivel Izraelt lehet támadni, és ugye most a világ kárhoztatja a Donald Trumpot, hogy felmondta ezt az atomalkut, és most belelöki a világot a világháborúba, hát ha nem mondta volna fel, mert lehet, hogy így is később, akkor egész biztos, hogy belelökte volna a világháborúba az egész világot, mert Irán deklaráltan, mai napig elhangzik, hogy Izraelt el kell pusztítani, Izraelt fel kell számolni, tehát erről a tervről 70 év után sem tettek le azok az államok, akik a kölcsönbe akarták megfojtani tulajdonképpen a zsidó államot, és hogy miért nem tudták megfojtani, ugye erre rengeteg válasz lehet, hát ez is egy válasz, ugye, hogy nincs Izrael egyedül, azt mondja ugye a szöveg, hogy senki nem bánthatja Izraelt, Isten mondja ezt.
És valóban Zakariás profétánál van egy olyan bibliai szöveg, hogy az én szemem fénye, és senkinek nem engedem meg, hogy bántsa. És valóban úgy tűnik, hogy az, hogy Izrael létezik, az annak van nem csak politikai, geopolitikai, hanem természet fölötti háttere is, és nyilvánvalóan ez az a dolog, ami miatt a hívő zsidók és a Bibliát komolyan vevő keresztények, hívő keresztények folyamatosan imádkoznak Jeruzsálem békességéért, Izrael népéért, viszont nagyon jó példája az a Izrael mindenkinek, szerintem Magyarországnak is, hogy egy állam lehet következetes a saját politikájában, és nem kell mindig a nemzetközi nyomásnak engedni, hanem a jó ügyek valahogy mindig találnak szövetségeseket. És nyilvánvalóan Izraellel is ez lesz, hogy lesznek szövetségesei, egy elég befolyásos szövetségese a rajz alapján is, meg a szentírás alapján is van neki, és ezért ugye Izraelre, amely a holokauszt után létrejött, és 70 éve fennmarad, tekinthetünk tulajdonképpen egy bibliai jelként, vagy egy természetfölötti jelként, hogy valami van ebben a világban természetfölötti befolyás, és ahogyan ezt régen mondták történészek, hogy ha valaki nem hisz a csodákban, akkor csak nézze meg a zsidó nép történetét, mert nincs még egy olyan nép a történelemben, amelyet ennyiszer el akartak pusztítani, nincs még egy ilyen ország, amit ilyen következetesen 70 éve el akarnak pusztítani. Az, hogy zsidó nép és Izrael él, ez nem jelent mást, mint hogy csoda van, és ez egy csoda, és egy mindennapos csoda, ami nekünk embereknek tanulságokat kell ebből levonnunk, és egy személyes emlékkel szeretném bezárni, nem olyan régi emlék, és pontosan 60 percet beszéltem, köszönöm a türelmüket. Amivel leszeretném zárni, az egyetlen dolog, az életmenetén Izraelben van egy nagy születésnapi parti mindig, amikor 6000-en ott vagyunk, megvendégeli a nemzetközi szervezet a zsidóság, vagy a résztvevőket, sok zsidó és nem zsidó fiatalt és idősebb ember, és van egy jelenet, amikor a tagállamoknak a zászlóival bejönnek a nemzeti lobogóival, tehát ez jó rész zsidó fiatalok, de a saját nemzetükhöz is ragaszkodva, bejönnek egy nagy színpadra, és egyetlen mondatot mondanak el a bemutatkozás után, mint pedig azt, hogy a Mr. High, Izrael népe él. És azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami felülírja azt, amiben mi nevelkedtünk, hogy Lenin élt, él és élni fog, hanem Izrael élt, él és élni fog, mert van egy nagy támogatója. Köszönöm a figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük ezt a színes, élvezetes, érdekfeszítő előadást. Minden alkalommal megörvendeztet bennünket azzal, hogy ez a téma valóban kimeríthetetlen, és nagyon köszönjük, és külön köszönöm azt, hogy amikor eljövünk ide egy holokauszt megemlékezésre, akkor nem azokkal a fájdalmas és depresszió érzéseivel kell hazamennünk, amit ez létrehoz az emberben természetes módon, hanem mindig egy előremutató és egy emelkedett hangulatban, optimista hangulatban tudunk hazamenni. Köszönjük ezt a nagyszerű előadást. Külön köszönöm azt, hogy aktuál politikát is belevettél. És most a végázgott még eszembe, hogy úgy tudom, Izraelben van egy olyan mondás, hogy aki nem hisz a csodákban, az nem realista. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, és köszönöm mindenkinek a részvételt.